Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai beszélgetésünk témája az Egri Egyetem, így vendégünk a stúdióban az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit! Ez a köszönés most már mindennapos évek óta az egyetem életében, hiszen katolikus egyetemmé vált. Érdemes azt hiszem ettől a mérföldkőtől egy kicsit tekinteni az elmúlt időszakot. Hogyan lehetne értékelni ezeket az éveket, ezeket a lezárt tanéveket? Immár 2 éve múlt augusztusban, hogy katolikus egyetemmé vált az egyetemünk, és a fenntartóváltás azt eredményezte, hogy az Egri Főegyházmegye lett a fenntartónk. És ebben a 2 évben azt mondhatjuk el, hogy töretlen az egyetem népszerűsége, és talán azt is elmondhatom, hogy szárnyal az egyetem. Ezeket számokra alapozom, hiszen olyan sikeres projekt eredményeink vannak oktatásban, kutatásban, olyan elismeréseket kaptunk Magyar Tudományos Akadémia által elismert kiváló kutatóműhely, a Történelemtudományi Intézet, a szőlészetborászati kutatások területén 1,1 milliárd forintos kutatási támogatás és egyéb energetikai támogatások, amelyek mind-mind azt eredményezik, hogy az oktatást és a kutatás egy korszerű egyetemen történhet, és ilyen szám még, ami igazolja az egyetem népszerűségét, a felvételi létszámok is, amelyek most azt mutatják, hogy 40%-kal emelkedett a felvettek száma 1 évvel ezelőtthöz képest. 1 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy 20%-kal emelkedett, most 40%-kal. Mik a képzésnek a fő hangsúlyai? Ugye korábban tanárképző főiskolaként ismerhették évtizedeken keresztül különböző neveken az intézményt. A tanárképzés most is fontos hangsúly, de mindemellett, hogy szó volt róla a tudományos élet is, és hát más típusú képzések is, igazodva a gazdaság és a társadalom elvárásaihoz. Az egyetemnek a feladatkörét így 3 fókuszköré szoktuk csoportosítani, az oktatás, a kutatás és a 3. missziós tevékenység. Ja, amikor egy hallgató bejön az egyetemre, akkor diplomát szeretne. Jelenleg az egyetemen 11 képzési területen kínálunk képzéseket, és kutatásfejlesztési központunkban pedig kutatásokat végzünk, amelyben bevonjuk a diákokat is. A 3. missziós tevékenységünk a régió cégeinek, vállalkozásainak a kiszolgálása, egyfajta tudástranszfer, nem csak diplomásokat képezünk, hanem a küldetését beteljesítve az egyetem tudástranszfert bonyolít le, egyfajta tudás átadást a környező cégekkel, vállalkozásokkal. Épp ezért nagyon örülünk annak most, hogy ilyen kereset volt ebben az évben, felvételi időszakban is az egyetemünk. Elmondhatom azt, hogy a minden második hallgató pedagógus képzésre adta be a jelentkezését. Ez nappali levelező tagozaton valósul meg, és a csecsemő és kisgyermeknevelő képzéstől az óvodapedagógus, a tanító, az osztatlan tanárszakokon át egészen a neveléstudományi doktori iskoláig, ahol 55 hallgató kezdi meg most a tanulmányait. A pedagógus képzés az a hagyományainkra épül, továbbra is a képzés fókuszában van, de mind a mellett keresettek voltak a gazdaságtudományi képzési terület szakjai, a sporttudományi, a művészeti képzéseink, és nem utolsó sorban az informatikai karunknak a képzései is. Ugye a pedagógus képzés egy nagyon fontos terület, és az egyetem katolikussá válása talán ezen a területen is még jobban érzékelődik. Nem leszűkítve, hanem éppenséggel, hogy felvirágoztatva azt, hiszen egy olyan szellemiséget, egy olyan szellemi légkört kell, hogy sugározzon az intézmény, amit később majd a pedagógusok is a munkájukban tovább tudnak adni, tovább tudnak sugározni a gyerekeknek.
törekszünk arra, hogy az egyetem ne csak a régióban töltse be a küldetését, hanem országos szinten is meghatározó intézmény legyen, meghatározó tudásközpont legyen. Ez a pedagógus képzésben úgy vélem már megvalósult. Csak úgy szokták az EGRI Egyetemet emlegetni, hogy a tanárképzés fellegvára. Nyilván az évtizedes örökség, a múlt is meghatározza ezt, de a jelen is, hiszen egy olyan pedagógus képzési módszert működtetünk, amely az átlagnál jóval gyakorlatorientáltabb. Tehát törekszünk arra, hogy amikor a diplomásaink kezükbe veszik a diplomájukat, és kikerülnek az iskolákba, most a pedagógus képzésre is, elsősorban arra értem, de minden más szakon törekszünk erre, akkor otthonosan mozogjanak az iskolákba. Ezt sok oldalról támogatjuk az egyetemen. Kezdve a tanterveinknek az összeállítását, amely tartalmazza azt, hogy már a képzés első fél évében megismerik az iskolát, mint gyakorló helyszín, de későbbi munkájuknak a helyszínét is. Már minden fél évben van olyan kurzusuk, amelynek során kimennek az iskolákba, és akkor első fél évben fókuszban az iskola, fókuszban az osztály, fókuszban a pedagógus, fókuszban a diák, és fókuszban a tanítás is. Mire oda jutnak, hogy tanítanak tantárgyakat, addigra már otthonosan mozognak. De itt van még egy módszertani innovációja az egyetemnek, amelyet az elmúlt években fejlesztettünk, és erről már sokat szóltunk a televízió képernyői előtt is, hogy az egyetemünk fejlesztette ki azt a módszertani innovációt, a komplex alapprogramot, amelynek az volt a célja, és az most is, hogy a pedagógusok módszertani fejlesztésén keresztül élmény alapú tanítást, tanulást eredményezzen az iskolákban. Ez jelenleg ma Magyarországon több mint 500 iskolában működik, több mint 220 ezer kisdiákot érint, és több mint 10 ezer pedagógus képeztünk ki eddig. Ez most is igény van rá, folyamatosan képezzük most is a pedagógusokat, illetve folyamatosan csatlakoznak iskolák az élménysuli hálózatához és a komplex alapprogram hálózatához. Úgy vélem, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezők tudják azt, hogy itt egy olyan képzésben vesznek részt, amely haladó szellemű, hiszen egy felsőoktatási intézménynek nem csak a hagyományokat kell ápolnia, akkor működik jól, hogyha a hagyományok ápolásán túl reagál a 21. század esetünkben, most ugye itt vagyunk, kihívásaira, amelyek nem kis kihívások. Tehát úgy vélem, hogy mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógus képzés közkedvet az egyetemen is sokkal jelentkező, de hozzájárul az is, hogy itt azért az egyetemen egy olyan szemlélettel várjuk a diákokat, hogy családias, hallgatóbarát, szeretetteljes környezet. És ugye szó esett arról, hogy az egyetem, bár nem biztos, hogy mindenki számára tudott, egy fontos gazdasági szereplő is itt a régióban, és nem csak a tanárképzésnek a fellegvára, hanem a gazdasági folyamatokban is részt vesz, tartja a kapcsolatot különféle vállalatokkal, és itt is gyakorlati orientáltsággal kezelik a hallgatókat, és a hallgatók itt is életszerű körülményeket tapasztalatnak, persze egy jó elméleti tudás mellett. Hát ne csak a pedagógus képzésről lejtsünk szót, ugye az egyetemnek vannak kettős képzései, jelenleg 11 kettős képzésünk van, amikor a cégek, vállalkozásoknál is zajlik az oktatás, de kiemelném a nemzetközi kettős képzésünket, amely programtervező informatikus és szőlészborászmérnök képzésen zajlik,
a Bordói Felsőoktatási Intézménnyel közösen adjuk ki ezt a diplomát, mindkét egyetem diplomá, a franciát is és a magyart is megkapja a hallgató, illetve a programtervező informatikus képzésünk pedig a Ausztriában működő Linci Johannes Kepler Egyetemmel közös képzés. Ahogy korábban is említettem, a harmadik missziós tevékenységünk ez, de ezen túlmenően nem csak a cégekre, vállalkozásokra kell figyelnünk, hanem arra is, hogy az egyetem egy hátrányos helyzetű régióban teljesít szolgálatot, és olyan diákok is jönnek hozzánk, akiknek segítségre van szükségük. Az egyetem működtet egy hallgatói támogató rendszert is, amelynek hamarosan bemutatásra kerül majd egy mobil applikációja, amelynek segítségével több oldalról, több pilléren át támogatjuk a bejövő hallgatókat, kézen fogjuk őket, és a diploma kiadásán túl is még segítjük őket ahhoz, hogy a régióban találjanak munkát, itt maradjanak. Ez is fontos küldetése az egyetemnek, hogy kiszolgálja a régió munkaerőpiaci igényeit. Csak hogy visszatérjek még erre a hallgatói támogató rendszerre, mert úgy vélem, hogy ez is egyedülálló a hazai felsőoktatásban. Ilyen jellegű támogatásról még nem hallottam, hogy az oktatói oldalról egy mentor segíti a diákot, a hallgatói oldalról egy referens hallgató, aki támogatja. A tanulmányi osztály részéről van egy tanulmányi ügyintézője, mind a mellett a dékáni hivatalok, a tanszék, ahol éppen amelyik karon tanul, vagy a tanszéki ügyintézőknek a támogatása fontos, és a pedagógus képzésben a gyakorlati képzés során, a gyakorlóiskolában, vagy az összefüggő tanítási gyakorlatok során az iskolában lévő pedagógus is támogatja, és ezzel sikerül elérni azt, úgy vélem, hogy nem morzsolódnak le a hallgatóink, az előrehaladásuk biztosított, de egy fontos elemet még kihagytam, a kortárs és mentál higiéni tanácsadó irodát, ahol szociálpedagógus, pszichológus, kortársú fiatalok segítik szintén a hallgatókat, és az idén augusztusban nyitottuk meg, és jött létre a hallgatói szolgáltató központ, ahol egy helyen, egyébként ez fönn a Lányka úti kollégiumunknak a földszintjén található, egy helyen fizikálisan is megtalálják ezeket a segítő személyeket. És a támogatás az megnyilvánul abban, hogy figyeljük, ahogy mondtam, az előrehaladást, a tanulmányaikat segítik esetleg az oktatói támogatók, de megnyilvánul abban is, hogy pályatervezésben pályaorientációs szolgáltatást is nyújtunk, és olyan szakemberek segítik őket, akik rálátnak arra az adott szakra, és tehát már az egyetemen, később pedig majd az alumni programon keresztül is segítik majd a végzett diplomást. Ez tulajdonképpen egy olyan védőháló, ami segíti azokat, akik esetleg valamilyen probléma okán, ahogy szó volt róla, lemorzsolódhatnának, tehát mindezt segítenek megakadályozni, illetőleg a reális célokat is kijelölni, hogy valóban egy olyan pályán menjen az a fiatal, ami neki való is, amit képes elvégezni. És itt a kortársakról, ha már volt szó, az egyetemnek nagyon fontos része az egyetemi éveknek, mindannyian tudjuk, a diák élet, hiszen az is nagyon nagy élményt ad, a későbbi kapcsolatokat meghatározza, hogyan lehetne az egyetemi diák életről egy kis színfoltot megvillantani. Milyen a diák élet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen? Én mindig boldogan hallom azt, amikor elhangzik valahol a diákok szájából, de ez már úgy vélem, hogy a tévénézők ismerik ezt a szlogent, hogy itt nem csak egy Neptunkód a diák a mi egyetemünkön, hanem
itt lehet érezni az úgynevezett Eszterházi érzést, és ez abban nyilvánul meg, hogy szeretetteljes a fogadtatása a diákjainknak, törődünk velük, olyan programokat biztosítunk számukra, és most kiemelném a Katolikus Egyetem megalakulása óta kínált lelkiségi programokat, például a fiatal lányoknak kínálunk Igaz Gyöngy elnevezésű klubot hoztunk létre, amelyet kínáljuk számukra, vagy Impulzus, az Isten mindörökké szóból ered az első szótag, tehát ahol a párkapcsolati és családi kultúrát támogató beszélgetéseket, előadásokat hallhatnak a diákjaink és a hallgatóink is, hogy egymásra találjanak a keresztény konzervatív értékrendű dolgozóink, fiatal dolgozóink vagy hallgatóink. Tehát mindez, családbarát programirodánk van, amely komoly programajánlattal támogatja szintén a munkavállalókat és a diákokat is. Tehát rengeteg olyan rendezvényünk és szolgáltatásunk van, amely azt eredményezi, hogy itt jól érzi magát ezen az egyetemen a hallgató is, és az oktató is, illetve a nem oktató dolgozó is. A hallgatók bizalommal fordulnak az oktatók felé, az egyetem vezetése felé. Törekszünk arra, és nagyon figyelünk, hogy egyetlen kérdés sem maradjon válaszolatlanul. Ugye itt a Hallgatói Szolgáltatóközpont is biztosítja ezt. És akkor beszéljünk egy picit a perspektíváról, a jövőképről, bár ugye ebbe bele lett fogalmazva, hiszen az innováció és a hagyomány kapcsolata az egy jövőképet is elővetít. Közelek hamarosan egy egyetemi jubileum, és hát minden bizonnyal fontos tervek vannak, és akkor ide egy friss hír. 15 magyar felsőoktatási intézmény szerepel Európa legjobbjai között egy nemzetközi rangsor regionális listáján. 700 egyetem teljesítményét mérték össze oktatási, kutatási, gazdasági eredményesség és elismertség alapján, és hát ebben a 15-ben benne van az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, és ehhez gratulálunk, ehhez az elismeréshez, és akkor ennek fényében, ennek tükrében tekintsünk egy picit a jövőbe, mind akár a lelki programok tekintetében, mind pedig a képzés a tudományos feladatok ügyén. 250 éves intézmény vagyunk, egy olyan intézmény, amely nagyon büszke a múltjára, hiszen most szeptemberben kezdtük meg a 250. tanévet, és 2024-ben fogjuk ünnepelni a 250 éves születésnapot. Egy olyan intézmény vagyunk, amelynek már a jogelődjeiben is magas szintű felsőoktatási képzés folyt. Igaz, hogy egyetem, mint katolikus egyetem, csak 2 éve vagyunk, de ez alatt a 250 év alatt mindig is a felsőoktatás szolgálatában állt az egyetem, és mindig magas színvonalú képzés folyt. Ez meghatározó a jelenre nézve is, és a jövőre nézve is. Ünnepelni fogunk 2024-ben az egyetem védőszentjének, Boromei Szent Károlynak a születésnapjához kötődően. Ez november 4-én és 5-én lesz egy kétnapos ünnep, amelyben hálaadó szentmisével kezdünk a bazilikában, és az egyetem történetéről egy nemzetközi konferencia zajlik majd, kiállítást fogunk szervezni szintén az egyetem történetéről, és minden szervezeti egység valamilyen szinten, már a kollégáim el is küldték ezeket a javaslatokat, a maga területén, a maga szakmájában megünnepli ezt a szép születésnapot. Felelősségünk is van, ha jövőben nézünk, hiszen most egy olyan jelenben élünk, hiszen a múlt, a jelen és a jövő nem választható el egymástól, és most egy olyan jelenben élünk,
amelyben, ahogy korábban is említettem, óriási kihívásoknak kell megfelelnünk. Meg kell az egyetemnek is, és az egyénnek is, a hallgatóinknak is, a munkatársainknak is, hiszen egy környezeti és társadalmi kockázatokkal terhelt világban élünk. Gondoljunk csak, ha a környezetit nézzük, amely nem mentes a társadalmi hatásoktól, az emberi eredetű hatásoktól. Gondoljunk csak a globális felmelegedésre, amely olyan szélsőséges időjárási jelenségeket eredményez, ahogy halljuk a médiából, amely soha nem látott szélsőségeket, áradásokat és viharos jelenségeket idéz elő. És gondoljunk csak a környezetszennyezésre, gondoljunk a társadalmi kihívásokat, nézzük arra a globális jelenségre, amely a háború okozza, vagy amely ugye szomszédunkban zajlik, vagy gondoljunk a migrációra, vagy éppen a gender ideológiának a globális terjedésére. Tehát egy ilyen környezetben az egyén fenyegetve érzi magát. Szüksége van egy stabil közegre, szüksége van barátokra, családra, és egy olyan munkahelyre is, ahol egy olyan közegre, ahol ő stabilan érezheti magát, ahol egy biztos értékrendet kap, itt gondolok nem csak a dolgozóinkra, hanem a hallgatóinkra is. Természetesen a magas színvonalú képzés, kutatáson túlmenően ezt a stabil környezetet szeretné az egyetem a jövőben is biztosítani mind a hallgatóknak, mind a dolgozóknak. Ez a stabilitás megnyilvánulhat abban, hogy egy keresztény konzervatív értékrendet közvetítünk, amely a szeretet által vezérelt és biztos alapokat jelent. Ennek a fokmérői a tisztesség, a becsület, a jó szándék, és Szent II. János pápa úgy fogalmazott, hogy a hit és az ész dialógusa mindig jelen van egy katolikus egyetemen, és úgy képzelte el, hogy a hit és az ész az két szárny, amely fölemelkedik az igazság szemléletére, és ezt a szárnyat szeretnénk mi is táplálni, és megvalósítani az alapító püspökünk, és itt most dr. Ternyák Csaba érsek úrra gondolok, amelyet ő megfogalmazott az alapító levelében, hogy az egyetem járuljon hozzá az egyház tanítói küldetésének a megvalósításához. Ehhez további sok sikert, és jó Isten kegyelmét kívánjuk, és minden jót, jó egészséget. Csak egy szeletkét tudtunk adni az egyetem életéből, de úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon gazdag és színes kép volt, és hát természetesen beszámolunk majd a továbbiakban is az egyetem munkájáról. Itt kell elmondani a kedves nézőinknek, hogy nagyon szoros a kapcsolat a két intézmény, a Szent István Rádiós Televízió és a Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem között, mind a rádió műsorok terén, mind a televíziós együttműködés terén, és akkor itt talán tudhatjuk, hogy a rádiós hittanórákban az egyetem is be fog kapcsolódni egy felnőtt hittannal, ami dr. Novák István rektor helyettes vezetésével az egyetem dolgozói fognak tartani az egyiket, a másik pedig az egyetemnek a hallgatói, az egyetemi lelkész vezetésével. Tehát egy újabb színfolttal gazdagodik az együttműködés. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőinknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!